Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás november hónapra a Skorpión jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. A lelki társad itt van, de utal a férfiakra is. Itt látható egy hölgy a tükör előtt, és egy férfi a tükör előtt. Ez téged és a társadat vagy társnődet szimbolizálja, hiszen itt ez a tükör mutat számotokra valamit, ami fontos lehet. Erre majd kitérek. Ti egy vonalban vagytok a képen, és ez nagyon jó, mert látható itt a kapcsolat, ami megmarad. Mi fűz össze benneteket? Itt ez az ablak, ami ki van nyitva, utal a nyitottságra, utal az otthonra, egy szép környezetre, és a virágcsokor lehet egy kellemes meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék. És itt látható a nyeremény, az értékek, a belső értékeket is szimbolizálja, hogy ő keresi veled a kapcsolatot, sőt, itt látható a találkozás, egy szép este, mert te értékes vagy számára. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Itt látható vagy, mint egy hölgy az ő közelében, de még titokzatos. Itt a tükör előtt már mutatod a hozzáállásodat, tehát itt látható a testi közelség, és látható a nyitottság is. Ez a férfi elvárja tőled azt, hogy légy nyitott vele szemben. Ami még őt foglalkoztat, ez a tevékenység, a munka, a hivatás. Ez is fontos számára. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Itt látható vagy, mint egy titokzatos, kicsit zárkózott hölgy. Ez megváltozik itt a tükörnél, és ez a park jelenti a nyilvánosságot, hogy látni akar téged a nyilvánosságon, felvállal, vagy összefuttok a nyilvánosságon. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Itt kinyílik ez az ablak, ezek a lehetőségek, és ez a papír tekercs, ez lehet egy hír, vagy lehetnek szerződések is. Itt a gólya jelenti a változásokat, és itt az álom, ez az álom megvalósul, ami a szerelmet illeti, ami a hivatást illeti, és ami a nyereményeket illeti. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, itt lesznek találkozások, kapcsolatok, üzleti kapcsolatokról is szó van. Itt az út jelenti a döntéseket, tehát döntéseket fogsz hozni, ami az üzleti kapcsolatokat vagy a hivatást illeti, de itt megjelenik a szív, tehát a szerelem, ez is fontos téma lesz. És most megnézzük, hogy mit tükröz itt ennek a férfinak ez a helyzet. Ami téged illet, ő találkozni akar veled. Erre kitér a kártyavetőnő is, hiszen ezt megjósolja, ezt a találkozást. Amit az élet még tükröz számára, ez nem olyan kellemes, hiszen itt látható a baráti kör, és valaki játszik velem. Sőt, itt vannak problémák, nehézségek, kihívások, vagy egy tolvaj itt megjelenik, becsapják őt, legyen kicsit óvatos. Ezzel a koporsóval le tudja zárni ezt a helyzetet, vagy ezeket a kapcsolatokat, de a koporsó és a torony az lehet egy bírósági ügy is,
például egy örökösödési ügy. És itt ez az idegen férfi hatással van rá, és általa minden olyan átláthatatlannak tűnik. Tehát legyen óvatos a baráti kört illetően, vagy idegenekkel szemben. Ha én megnézem ezt a kártyát, nekem eszembe jut még valami más, hogy valaki kosztümöt visel, nem mutatja ki a szándékait, és ez kicsit megnehezíti a dolgokat. És most megnézzük azt, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét november hónapban itt látható. Itt megjelenik ez a férfi. A feje fölött nincsenek kártyák, az jelenteni a gondolatait, de zárkózott, nem beszél a terveiről. Ebbe az irányba tekint. Itt vannak még viták, veszekedések, félreértések, ami betegíti őt. Ezt jelenti ez a fa. Más irányba kellene tekinteni. Mégpedig, hogy legyen egy találkozás, hogy jól érezzétek magatokat, hogy itt kinyílik egy ablak, a lehetőségek, itt van egy jó hír, vagy szerződések, és ez a lilium virág jelentheti azt, hogy itt tisztázódik valami. Viszont neki óvatosnak kell lennie, hiszen itt vannak a beszélgetések, és valaki játszadozik vele. Ez lehet valaki a baráti körből, az ismerősök. Második hét, november hónapban itt látható. A kereszt jelenti a hitet is, azt is, hogy itt lesznek döntések, melyik irányba kellene, hogy menjenek az események. Ha te egy hölgy vagy, kicsit olyan zárkózott, titokzatosnak tűnsz még, ő kívánja azt, hogy légy nyitottabb. Keresi veled a testi kapcsolatot is. Lesz egy kellemes meglepetés, egy fordulat, változások, jó találkozások, szerződések, ezek lehetnek kereskedelmi szerződések is. Itt vannak a lehetőségek és a szerencse. Sőt, megjelenik itt a hűség, tehát kihat a párkapcsolatra. Ami kellemetlen, hogy a háttérben megjelenik ez a hegy, jelenti a problémákat, a nehézségeket, és itt a beszélgetés, ami itt is látható, a madarak is a kommunikációra utalnak, hogy itt valaki pletykálkodik, rosszul beszél rólad, valaki játszadozik veled, vagy vele, vagy mindkettőtökkel. Harmadik hét, november hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, megjelensz itt a képen. Tehát te állsz a középpontban. Itt vannak a gondolataid. Egy szép, kellemes este vele, tisztázódnak a dolgok, lesznek kereskedelmi kapcsolatok, lesz egy ajándék, sok minden megváltozik. Amit a kártyavető nő számodra mond, hogy itt lesznek változások a munkát illetően, a szerelmet illetően, itt is látható a változás, légy nyitott erre, mert az álmaid megvalósulnak. Itt látható ez a park, az jelenti a nyilvánosságot, mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, és itt lesznek változások, lesz egy új irány, ez a tevékenység, ez lehet a kártyavetés, vagy egy spirituális terület is. Ami kettőtöket illet, itt ő belenéz a tükörbe, fontos számára a külseje, lesz egy találkozás, valamit ő majd lezár, mert észreveszi azt, hogy mások ki akarják használni őt, becsapják őt. Utolsó hét, november hónapban itt látható. Ez a medve jelenti az élet erőt. Itt be tudod magadat bizonyítani a családban is, a munkahelyen is,
és a szerelemben éled az álmaidat, lesz egy ajándék, lesz megbecsülés, ahol óvatosnak kell lenni ez az idegen férfi. Persze, ha ez egy kosztüm, akkor ez lehet egy nő is a kosztüm mögött. És itt valami még olyan átláthatatlan. Ez lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Mivel itt megjelenik a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy is, és valaki be akarja őt csapni, tehát az ő helyzetéről van szó. És november végén még valami átláthatatlan. Majd javulni fog a helyzet, hiszen számára ezt az élet tükrözi, ő ezt észreveszi, ő ennek tudatában lesz, és akkor majd decembertől megváltozik a helyzet. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!